megszületett Eszter, aki hát állítólag teljesen egészséges volt, nem látszott rajta semmi, és csak halott. Az ápolónő rátette a kezét a kezemre, és mondta az orvos, hogy nincs mit tenni. Sajnos már meghalt a baba. Kép és hangszünet van, tehát a fejemben. Arra emlékszem, hogy bejött egy orvos, aki mondta, hogy akkor most meg kell szülni a babát. Aznap este még meg is császároztak, és megszületett Eszter, aki hát állítólag teljesen egészséges volt, nem látszott rajta semmi, és csak halott. Ez egy rendkívül mostohán kezelt gyász. Nincsenek megfogható emlékképek, és ez kifejezetten megnehezíti a gyászfeldolgozást. Ő neki az a hivatalos neve, hogy Audrey halott leány. Úgyhogy az, hogy én Eszternek hívom, az csak az én saját privát döntésem. Így kaptuk a papírt, ez volt rajta. Anya neve is halott leány. Nagyon sokszor az történik sok kórházban, hogy megszületik a baba, belecsapják egy besetálba vagy bármibe, és elszaladnak vele. Úgy gondolják, hogy ez segít a szülőknek. Textilpelenkába burkolva behozták Esztert, aki tényleg egy tökéletes baba volt, tehát nem, mintha csak aludt volna, olyan volt. Nem látszott rajta semmi, és akkor ott egy pár percre magunkra hagytak. Megnézhettük és elbúcsúzhattunk tőle. Kéz- és talplanyomatot csináltak az Eszterről egy ilyen betadines oldattal. És azt mondtam a barátnőmnek, aki grafikus, és kértem, hogy rajzolja meg, mert az egy csak egy ilyen paca volt, tehát, nem tudom, és ezt a barátnőm csinált, úgyhogy ez maradt nekünk. El akarjuk-e temetni, ezt is megkérdezték, és én rögtön rávágtam, hogy igen, el akarjuk temetni. Nagyon sokan furcsálották, még közben a családom is. Kijött a védőnő, és úgy hozta a papírt nekem, hogy ki volt töltve, hogy nem akarunk temetést. És oda mondtam, hogy vigye vissza, mert én akarok temetést. Ezeket a babákat és ezeket az eseteket a társadalom, és mondom, a szűkebb környezet is néha úgy tekinti, mintha ez így meg sem történt volna. Jobb lenne róla elfeledkezni, majd lesz másik gyereked. Vagy van már három gyereked, miért siratod ezt, aki még nem is volt gyerek tulajdonképpen. Ha meghalt volna az anyja vagy az apja, akkor senki nem gondolná azt, hogy neki nincsen joga szomorúnak lenni, vagy adott esetben gyászolni. De ha elveszít egy magzatot, akkor ezt nem veszik figyelembe. Akkor azt várják tőle, hogy nem tudom én, két hét múlva menjen vissza dolgozni, és ugyanúgy nevetgéljen és járjon társaságba, szülinapokra, babanézőbe, másokhoz. Ez egy stigma lesz az emberen, vagy egy skarlátbetű, ami azt jelzi, hogy az emberek azt gondolják róla, hogy ő biztos valami szörnyűséget csinált, hogy egy ilyen tragédia elérte őt. Tőlem is mindenki megkérdezte, hogy nem vettél észre semmit? Valami gond volt? Nem vigyáztál eléggé magadra? Nem ettél rendesen? Tehát, hogy ilyen totál banális kérdés. Amit nem gondolok, hogy rossz szándékból, tehát nem azért csinálják ezt, mert váltani akarnak, csak egyszerűen muszáj valamilyen módon magyarázatot találni magukban arra, hogy velem ez miért történhetett meg. Szinte kivétel nélkül minden anyában megjelenik a bűntudat. A legbanálisabb dolgokat kitalálják, hogy túl sok narancsot ettem, vagy túl keveset, vagy szedtem magzatvédő vitamint, vagy nem szedtem. Tehát mindegy, valamit mindig ostorozzák magukat. Az én legnagyobb problémám ugye egyrészt a bűntudat és ebbe az anyaságomba vetett hit volt. Én azt fogalmaztam meg végül magamnak, hogy én egy rossz anya voltam. Ezt gondoltam én magamban, hogy egy rossz anya vagyok, mert csak egy rossz anyának hal meg a gyereke. És csak a testemben halt meg a gyerekem, tehát az én testem nem egy anya teste. És ahogy ezt én megfogalmaztam, ahogy ezt ki tudtam mondani, én arra gondoltam, hogy nem, ez a hülyeség. Hát én nem vagyok rossz anya, én erről nem tehetek. A pszichológusnak köszönhetem mindezt egyébként, tehát tényleg ő segített erre rá vezetni engem. Egy újabb babavárást nagyon befolyásol, hogy sikerült-e feldolgozni. Mert hát megtörténhet az is, hogy elutasítják a gyermekvállalást a szülők. Olyan is van, hogy soha többet nem akarnak kisbabát, ha nem dolgozzák fel ezt a veszteséget. Olyan is van pont ellenkezőleg, hogy a
pótgyermek szindróma, hogy azonnal egy újabb babát, gyorsan-gyorsan egy új gyermeket, ami meg hát sok más szempontból nem jó. Nem jó a várandóság alatt a kisbabának, nem jó az édesanyának, ahol összecsap két egymásnak ellentmondó érzelem, a gyász és az öröm, ott küzd egymással. És hát a születendő kisbabának, felnövekvő gyereknek pedig meghatározza a sorsát. Még egyszer próbálkoztunk, ami nagyjából egy évvel azután, hogy Eszter meghalt, de hát sajnos az a terhesség is elvetélt, ráadásul tikrek voltak, úgyhogy így összesen 4 babát vesztettem el. Tehát amikor elbocsátják az édesanyát, akkor azt mondják, hogy az egyetlen gyógyír a veszteségre, hogy minél előbb legyen kisbaba. De hát ez nem így van, mert a helyes válasz az az, hogy amikor lelkileg felkészültnek érzi magát. Amiben én nagyon-nagyon hiszek, az a gyászfeldolgozó csoport. Úgy nevezzük, hogy vendégbabák gyászfeldolgozó csoportja. Bárhova is megy az ember, vagy bárkinek a segítségét is kéri, valószínűleg a legfontosabb az, hogy merjen beszélni róla. Ez most olyan, mint egy erdő, egy nagyon sűrű erdő, amin nekem keresztül kell menni. És teljesen mindegy, hogy mi történik, nekem ezen az erdőn keresztül kell menni, nem mehetek vissza, nincs vissza. És hogyha keresztül értem rajta, akkor utána ott fog várni a másik oldalon a kislányom meg a férjem, akik talán megvárnak addig.